Köszöntöm a Hírháttér nézőit, Sipos Lillával, a Szentpölten bajnok labdarúgójával beszélgetünk. Eltelt egy év, mióta utoljára a stúdióban voltál, akkor meg azért beszélgettünk, mert bajnok lettél Olaszországban. Mintha mi sem változott volna, talán több tetoválásod van, de mégiscsak egy új ország, új bajnokságában, egy olyan csapattal, egy olyan csapatban játszottál, akik ott is a legmagasabbra jutottak. Milyen volt ez a Szentpölten év? Én is köszöntelek téged, és a nézőket is. Igen, hála Istennek ismét itt vagyunk, és újra egy bajnoki címről beszélgethetünk. Ugye már a tavalyi is egy nagyszerű siker volt számomra, és ugye váltottam a Szentpölten csapatára, ami egy újabb kihívás volt tulajdonképpen az életemben, egy teljesen más játékrendszerrel alkalmazkodó csapathoz kerültem, és hát hála Istennek, hogy úgymond simán sikerült megszereznünk a bajnoki címet. Nem volt úgymond nehezebb dolgunk, hiszen azért a másik csapatok nem annyira erősek, de azért meg kellett dolgozni érte. Milyen ez a szentpölteni csapat az osztrák ligában, illetve milyen volt előtte, hogyan mutatnád be a nézőknek? Évekkel ezelőtt még a Neulenbachal állt harcban a bajnoki címért, hiszen a Neulenbachnak nagyon-nagyon erős csapata volt, illetve nagyon-nagyon sok pénze volt a csapatnak, ezért tudott külföldi játékosokat hozni. Aztán a Szentpölten is elkezdte ugye veszegetni a külföldi játékosokat, és átvették az első helyet. Nagyon sok külföldi játékosunk van, szlovén-szlovák, ugye vagyunk magyarok, román-szerb, és ezzel az úgymond nemzetközi kerettel nagyon-nagyon megerősödött ez a csapat, amivel meg tudtuk szerezni a bajnoki címet. Milyen népszerűsége van Ausztriában a női labdarúgásnak? Azt gondolom, hogy sokkal népszerűbb Ausztriában a labdarúgás, a női labdarúgás, mint ugye Magyarországon, bár már Magyarországon is kezd épülgetni. Nagyon jó bajnokságuk van, nagyon-nagyon sok ember figyeli a bajnoki mérkőzéseket is, és úgy gondolom, hogy az osztrák és mint a magyar is kezd egyre jobban feljebb törni. Egy év Olaszország után és egy év Ausztria után össze lehet hasonlítani a két bajnokságot? Hol volt nehezebb dolgod? Úgy gondolom, hogy az olasz bajnokság az erősebb volt, még hogyha azt is kell mondanom, hogy picivel, de azért volt különbség. Ugye az olasz bajnokságban több volt a csapat is, és ugye az első osztályban, illetve ott az utolsóval is mindig olyan kiki meccset tudtunk játszani, tehát nem voltak 6-0-ás meccsek, mint például az osztrák bajnokságban, hogy az utolsó csapatnak mondjuk most rúgtunk 6-ot utoljára. Ott nem voltak ilyen mérkőzések, viszont abszolút nem érzem azt, hogy fizikálisan ez a dolog leépített volna bármelyikünket is. Milyen feladatod van a csapaton belőle? Ugye én vagyok a balszélső támadójuk, és hát általában a támadások 80%-a az ugye nálunk a szélekre épül, tehát a hosszú labdákat próbálom bejátszani kapu elé, vagy illetve zicserbe kapura törni és gólt rúgni. És a góllövéssel hogy álltál akkor? Igen. Ausztriában a második vagyok a góllövő listán, a Vágó Fanni az első. Aki a csapattársad is. Így van, a csapattársam, úgyhogy a két magyar játékos vezeti az osztrák góllövő listát, és eddig 13-szor sikerült betalálnom a szezonban. Milyen a viszonyatok a másik magyar játékossal, illetve milyen a csapat hangulat? Ugye a Fannival mi együtt lakunk, és ő is marad a csapatnál most a nyáron, úgyhogy még egy évet együtt maradunk. Vele nagyon jó a kapcsolatom, tehát azért nagyon jó, hogy az embernek van egy magyar csapattársa, és meg tud szólalni a saját nyelvén. Illetve a szlovén csapattársunkkal és a románnal lakunk még együtt, és azt gondolom, hogy tényleg semmi probléma, és nagyon jó a csapat szellem, és ennek is köszönhető, hogy bajnok csapat vagyunk. Milyen az összhang a vezetőedzővel? A vezetőedző, igen, ez most ugye egy kényes kérdés volt a csapat számára, hiszen leváltották mind a két edzőnket. Úgy döntött az elnök, hogy nyártól egy teljesen új stábbal szeretne dolgozni. Valami lehetett itt a háttérben a stáb, illetve az edzők között, amiről ugye nyilván a játékosok nem tudnak. Azt mi is éreztük, hogy januártól nyárig ugye így a felkészülésben voltak hiányosságok, és azt mondta az elnökünk, hogy a Bajnokok Ligája a felkészülésre egy teljesen komplett kondicionális edzővel, fitness edzővel megtöltött csapatot szeretne a BL-be vinni, és azért megköszönte a vezetőedzőnek és a pályaedzőnek a munkáját. Kaptatok valamilyen külön elismerést, külön bónuszt a bajnoki címre?
Ugye ez megegyezés szerint van, tehát hogy melyik játékos hogyan egyezik meg az elnökkel. Nekem a bajnoki címér idén még ugye nem volt ez a prémium dolog, viszont a kupa győzelemért volt, és ennek nagyon örülök, hogy ezt is sikerült. Mert hogy az osztrák bajnokságnak még nincs vége, 2 fordulóval vége előtt járunk, de már talán 5 fordulóval vége előtt megnyertétek a bajnokságot, és utána az osztrák kupát is behúzta a csapat, ilyen focista nyelven kifejezve. Melyik volt nagyobb siker a számodra, a kupa győzelem vagy a bajnokság megnyerése? Ausztriában azt kell mondanom, hogy a kupa győzelem. Most már így a meccs után beszélve is, hogy mennyire nehéz volt, és ugye itt is látszott, hogy mennyire más egy bajnoki mérkőzés, mondjuk a Neulenbach ellen, és mennyire más egy kupa mérkőzés, egy kupa döntő a Neulenbach ellen, tehát a bajnoki mérkőzésen 5-1-re nyertünk, és a kupa döntőben pedig egy sokkal kompaktabbak, agresszívabbak, gyorsabbak voltak, és hát körülbelül a 82. percben tudtuk megszerezni azt a mindent eldöntő gólt, ugye a legjobb időben, mikor már nem tudtak rá válaszolni, úgyhogy a kupa győzelem most számomra sokkal-sokkal többet ért. Említetted már itt, hogy milyen szakmai támogatást kaptuk a Bajnokok Ligájához, de milyen eredményeket várnak tőletek? Fogalmaztak már meg célokat? Igen, hát ugye a csapatunknak úgymond most itt csúnyán fogalmazva nem volt kihívás megnyerni ezt az osztrák bajnokságot, hiszen nagyszerű játékosokkal, nagyon jó játékerővel alkalmazkodik tényleg a csapat a bajnoksághoz, tehát nagyon jó játékosokkal is rendelkezünk. Viszont a Bajnokok Ligája tavaly ugye volt a volt csapatom ellen játszottunk, a Verona ellen, ahol hát egy nagyon pehes meccsnek nevezném. Tehát otthon kikaptunk 5-4-re, de 9 gól született azon a mérkőzésen, tehát majdnem kézilabda volt. És ugye a kinti meccsen akkor már 2-vel kell nyerni, hogy tovább jussál, akkor már volt egyfajta nyomás a csapaton, az pedig 2-2 lett, és ugye így a Verona tudott tovább menni. Úgyhogy nekünk most a bajnoki cím után, ami nem volt olyan megerőltető, hogy mi ezt megszerezzük, nekünk mindenképpen az elsődleges célunk, hogy a Bajnokok Ligájába tovább lépjünk. Na és akkor össze lehet hasonlítani a nemzetközi élmezőnnyel ezt a Szent Pöltent? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát mi játszottunk az edzőtáborban egy nagyon jó felkészülési mérkőzést a Frankfurt ellen, ami ugye a német első osztályú csapat, és 4-0 lett annak a vége, tehát kikaptunk 4-0-ra, viszont nem volt az a tipikus 4-0-ás meccs, tehát abszolút felvettük a párharcokat, egy elleni játékban volt, hogy mi voltunk előrébb, és abszolút nem volt, nem tűnt ki, hogy a Frankfurt sokkal jobb csapat lenne nálunk. Hol kell fejlődnötök még szerinted? Azt gondolom, hogy fejben, gyorsaságban, hogy már akkor, tehát vannak olyan szituációk, mikor még át sem vettük a labdát, akkor még gondolkodunk, hogy hova kéne passzolni, tehát egy kicsit gyorsabb, fel kéne gyorsítani a játékot. Valamint én úgy gondolom, a taktikát tudjuk alkalmazkodni, amit eddig az edző kért tőlünk, és egy kicsit még fizikálisan, egy kicsit a kraftban kell javítanunk. Amikor ez adásba kerül ez a műsor, addigra, mert a Törökországban leszel a magyar női labdarúgó válogatottal, mert hogy éppen így tudtál idejön, hogy volt 2 nap szabadság a bajnokság, illetve a válogatott edzőtáborában. Szóval Törökországban megy a csapat, mert hogy még esélyesek vagyunk az Európa bajnokságra kijutni, viszont nem lesz könnyű az út. Mit vársz a török mérkőzést és az orosz mérkőzés után mit vársz a török mérkőzést, ugye egy hát szerencsétlen 3-3 után? Igen, az orosz mérkőzésen ugye rengeteg minden múlott, tehát hogyha Szentpéterváron nyerni tudtunk volna, akkor hogyha megnyerjük a török meccset, akkor egy sima út vezet ugye az Európa-bajnokságra, viszont ott 3-1-re vezettünk, és a 82. perc után mi kaptunk 2 gólt, és így 3-3 az előtt, tehát 1 pontot tudtunk csak elhozni. Viszont számít ez a török meccs akkor is még, hiszen kérdéses, hogy a horvát mit játszik majd az orosszal. Természetesen nagyon szurkolunk a horvátoknak, hogy sikerüljön megfogni az oroszokat. És hát ez a török meccs az abszolút nem lesz egyszerű, mert játszottunk már velük itthon a Groupama Arénában, és 1-0-ra tudtunk nyerni, de nagyon nehéz mérkőzés volt. Nemzetközi szinten nincsen könnyű mérkőzés, én mindig ezt mondom, de össze kell szedni most magunkat. Tegnap előtt a bosnyákokkal játszottunk, egy 0-0-át, tehát az nem mondanám, hogy annyira jó eredmény, de az ilyen utolsó energiák felhasználása volt, így a bajnokság után már, de hétfőn mindenképpen meg kell venni a törököket, tehát ez... Hamarosan itt van a férfi labdarúgó Európa-bajnokság, az osztrákok és a magyarok egy csoportban vannak, érzitek ti ennek a hangulatát Ausztriában? Illetve mi a véleményed a
milyen esélyekkel megy ez a két csapat egymásnak? Nem beszélgettünk erről a témáról így a lányokkal, illetve a vezetőséggel sem, erről az Európa-bajnokságról. Én nagyon örülök a fiúknak, azt gondolom, hogy érett már, és nagyon kellett ez ugye, nagyon sok idő után, hogy kiussunk. Valamilyen szinten a csoportunk sem olyan veszélyes, tehát az izland és az osztrák csapat az fogható lesz, ami nagyobb falat, az nekünk ugye Portugália lesz. De ugye kérdéses, hogy a kedvenc játékosunk Cristiano Ronaldo sérült lesz, vagy hogy éppen most milyen állapotban lesz, az ő játéka azért számítani fog, hogy tud-e játszani, vagy esetleg a kispadról nézi. És talán most már kijelentetem, hogy a portugál-magyar mérkőzést is együtt itt a feles EB-teraszon fogod megnézni a szurkolókkal, akár akkor majd kérdezhetnek is róla a kedvencekről. Igen, köszönöm szépen egyrészt a meghívást, itt leszek mindenképpen, és természetesen szurkolunk a fiúknak még akkor is, hogyha ez a mérkőzés ez nem lesz olyan, tényleg olyan kifejezetten egyszerű. Gratulálunk a bajnoki címhez, az osztrák kupa győzelemhez, sikeres szereplés Törökországban, bár ez a kívánság nem lesz aktuális, mikor ezt az elköszönést megnézik a televíziónézők. Sipos Lilla Mosson magyaróvári labdarúgó, a magyar válogatott tagja volt a mai adásban a vendégünk, a viszontlátásra.